Az ő szövetségi kapitánykodás alatt debütált a válogatottban a címeres meszt most visszamondó Nikolić Nemanja 2013-ban. Ő volt az edzője, most is edzőválságba került Diósgyőrnek 2016 első felében. 14 éve már, hogy Halmai Gáborral megalakították a pomázi focisulit. Aktualitások Egervári Sándorral vele beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, szervusz! Nikolić Nemanja nála szerepelt először a válogatottban, akkor, abban az időszakban miért figyeltél fel rá, és mi volt az, ami miatt végül is úgy döntöttél, hogy ez a futballista kell a válogatottnak, a keretnek? Rendkívül gólerős játékos volt már abban az időben is. Egy picit más, tehát nem az erőcsatárok egyékes rendszerében, hanem sokkal inkább az a fajta üres területekre beinduló támadó, aki abban az időben hiány volt a magyar mezőnyben, úgyhogy őt azért választottuk be. Azóta ő nagyon sokat fejlődött előnyére, nem véletlen az eredményessége különböző bajnokságokban, nem csak a Videótonban, hanem Lengyelországban vagy Amerikában is. Egy érett, nagyszerű befejező csatár. Én nagyon sajnálom személy szerint, hogy befejezte a válogatottbeli szereplését. Szükség lenne rá még. Sajnálod, de egyszer mind meg is érted? Hát nem tudom az okokat, én ettől, ezektől az információkkal én már nem rendelkezem. Valószínű, hogy itt ebben van egyfajta sértettség is, hogy kevesebb lehetőséget kapott. Ez pedig mindig az aktuális szövetségi kapitánynak a döntése, úgyhogy megpróbálta kezelni ezt a helyzetet, szerintem nem jól, de meg lehet érteni. Meg lehet érteni. Három bajnokságban is gólkirály lett, a válogatottban 5 találatig jutott, és itt térünk vissza ahhoz a problémához, amit az elején mondtál, hogy jellemezted őt, hogy ő milyen típusú üres területekre befutó, nem tipikus erőcsatár volt. Ez volt az oka annak, hogy nem lett ő többszörös válogatott, hogy általában egymást követő kapitányok is nem tudták beilleszteni a válogatott játékrendszerébe? Hát nehéz erre választ adnom, mert próbálok gondolkodni a volt szövetségkapitányok fejével. Véleményem szerint nagyon jól alkalmazható lett volna egy második csatárnak, aki mélyről beindul, és egy üres területeket tudna befutni és oda megérkezni. Mondhatom azt, hogy én többet szerepeltettem volna, különösképpen az elmúlt 2-3 évben, amikor hihetetlen eredményes volt különböző bajnokságokban. Igen, mert nyilvánvalóan, amikor még te beraktad a válogatottba, akkor az a karrier nem ott tartott, mint az utána következő években, de valahogy a probléma megmaradt, és hát ezt keresi mindenki, ezt az okot, hogy miért nem tudott beilleszkedni ebbe a játékrendszerbe. Hát alapvetően nyilván van egy csapatnak egy alaptaktikája, amire építheti az ő beillesztése. Ebből a szempontból nem volt szerencsés, tehát nyilván olyan játékosok is kellenek mögé, tehát olyan középpályások, akik ezt a fajta mélységindításokat hamar és pontosan meg tudják oldani. Nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy egy induló ég számára legyen egy Détári Lajos vagy egy Pirlo, aki ezeket az egyérintős mélységi passzokat meg tudják teremteni számára, hogy gólhelyzetbe kerüljön. Kevesebb ilyen lehetősége volt a mögötte lévő játékosok kialakításában. Edzői karriered során ezzel a dilemmával, a problémával egyébként gyakran találkoztál csapataidnál, hogy fogtál egy játékost, vagy lett volna egy lehetőséged egy játékos leigazolására, de egyszerűen azt kellett mondani, hogy amúgy a képességeivel nincsen baj, egy nagyon jó futballista azon a szinten, amilyen közösségbe kellett volna hozni, de amit mi játszunk, abban nem illik bele. Persze, ez így van, ezt annak idején a Baroti Lajos bácsi súlykolta belénk, hogy nem mindig a legjobb 11 játékosnak kell a pályán megjelenni, hanem annak a 11-nek, akik egymással harmonikusan együtt tudnak működni. Tehát különböző jobb oldal, bal oldal, vagy a támadók és a középpályások kapcsolatában legyenek olyan 3-as, 4-es egységek, akik nagyon jól megértik egymást. Egyik a másikából többet ki tud hozni, nem egymás összege, hanem
egymás hatványa jelenhet meg a pályán. Ez nagyon fontos, nyilván egy csapatépítésnek azért egy alapvetően elvárható feltétele, hogy azokat a játékosokat próbáljuk meg egymás mellé mögé helyezni, akik képesek egymásból többet kihozni. Apropó csapatépítés, ha megnézem ezt a mai magyar labdarúgó válogatottat, lényegében még mindig látok sok olyan kulcsembert, akiket már te is pályára küldtél annak idején, és ilyenkor az emberbe fölvetődik az, hogy mekkora a merítés, mekkora a konkurencia, és mekkora az építkezés és a kísérletezés lehetősége most 2018-ban az érkező újabb generációkkal. Szerinted mekkora ez a lehetőség? Beszűkült, ez kétségtelen. Én úgy látom, hogy az elmúlt 2-3 évben a csapatépítés megrekedt. Tehát azoknak a játékosoknak, akiknek meg kellett volna jelennie a Juhász Roland, vagy Király Gabi, vagy a Gerazoliék mögött, azokat a játékosokat nem keresték, nem építették fel, pedig erre szükség lett volna. Tehát nem csak a játéktudásuk kapcsán, hanem a sportemberi kiállásuk, a hatásuk a közösségre, azok az emberek véleményem szerint most hiányoznak. Tehát nem egyszerű a történet. Ebben vagyunk igazából elmaradva. Nem kapják meg azok a játékosok a lehetőséget, akár a legjobb magyar csapatokra gondolok, mondjuk egy Kovács Pistára példa kedvére, aki a Videotonban, ha több lehetőséget kapott volna, és hétről hétre játszana, akkor ma már válogatott szinten is használható jó futballista lenne. De hát ezek a ma már, nem tudom, 25-26 éves futballisták nem érkeztek meg. Tehát itt elég komoly problémáink vannak a külföldi légiósok szerepeltetése kapcsán, vagy a külföldi edzőknek a nagy létszámban történő megjelenésében, akik egyébként az élcsapatainkat igazgatják. Ott nem feltétlen számukra ez a legfontosabb, holott az NBA-nek az alapvető célkitűzése mégiscsak az, hogy nemzetközi szintre készítse fel a játékosokat, de hát nagyon kevés futballistánk érkezik meg hétről hétre a pályára, és akkor nem beszéltem az edzőkről, akiknek szintén lehetőséget kéne kapniuk, hogy 10-15 év alatt olyan eredményeket és hétről hétre olyan irányítás mentén pallérozódnának, akik nyernének egy-két bajnokságot, és szövetségkapitányként is megjeleníthetőek legyenek. Tehát nincsenek meg a játékosoknak sem ezek a lehetőségek. Lépcsőfokok is fejlődésére. Igen, sajnos ez a fajta következetesség, ez most hiányzik elsősorban a klubok működése kapcsán. Ami most, ha már kluboknál tartunk, Diósgyőrben történt, Bódog Tamás elindult egy úton, a szurkolók szerették is ezt az utat, tehát láthatóan nagy szenvedéllyel tüntettek az eltávolítása, a távozása miatt, és akkor rögtön eszembe jutottál, hiszen 2016 nyarán úgy távoztál Diósgyőrből, hogy azért azt nem rejtetted véka alá, hogy nem látod a fejlődés vagy az építkezés lehetőségét. Ez egy jellemző vezetői vagy befektetői tünet a magyar NB1-ben? Hát vezetői feltétlenül igen. Tehát nagyot változott az én időmben is, hát most 30-40 évre visszatekintve azért sokkal jobb lehetősége volt, vagy nagyobb hatása volt egy vezetőedzőnek, hogy milyen keretet állítson össze, hogy kiket igazoljanak az elkövetkezendő bajnoki évre. Én ezt megtettem annak idején Diósgyőrbe, de se a korábbi tavaszi fordulóban jó játszó játékosaimnak a szerződés hosszabbítása nem történt meg, amit külön kértem, se néhány új játékosnak a leigazolása. És én erre mondtam, hogy a kőműves az tégla nélkül nem tud építkezni, egy edző pedig játékos nélkül nem tud. Tehát én az ügyvezető lenyilatkozta, hogy az első hat közé várjuk a csapatot, én meg azt mondtam, hogy sajnos ez a keret, ez a kiesés ellen fog küzdeni, én meg ezt nem akarom felvállalni. Szerettem volna előrébb lépni, tisztességgel megtettem, amit tehettem, de nem vállalhattam azt a ódiumát a dolognak, hogy 6-8 forduló után, ahogy most jelen pillanatban a Bódog Tamást, a Budai Várfokra fölakasszák, és ott lógjuk. Hát szóval ennek már nem akartam magamat kitenni. Nagyon sajnáltam, mert most nem voltam személyesen
Diósgyőrben is végignéztem ezt a legutóbbi bajnoki mérkőzésket, fantasztikus hangulat, gyönyörű stadion. Hát az a szurkolótában tudja, mit minden, szeretne. Minden megvan, csak éppen azok a játékosok hiányoznak onnan, akikkel lehetne ott egy tartalmas, nagyon jó eredményt elérni. Én ezt őszintén sajnáltam. És most, ha végére értünk, de azt mondnak, hogy és most Pomázon, régi kedvenc helyeden, szülőhelyeden, ott van a focisuli. Ez a focisuli, ez a te filozófiádat követi ma is, a te nevelési filozófiádat? Hát a miénket, azért én mindig közösségben gondolkodtam, meg építkeztem. Halmai Gabival, meg Juhár Tomival, akik válogatott futballisták voltak, mi ott élünk Pomázon, és valamikor volt egy nagyon szép gondolatunk, hogy építsünk valamit, hál' Istennek a TAO program keretében. Infrastruktúrálisan nagyon komolyan előreléptünk. A korábbi 50 gyerekből ma 250 gyerek van fönt hetente a futballpályánkon. Nekünk nagyon jó kimenni oda, időnként még lábteniszezni is egymás között, de jó látni ezt a mosolygos társaságot, akár a gyerekeket nézem, akár a szülőket nézem, akik közösségeket építenek ott, úgyhogy ez egy örömteli történet, egy regnáló, 50 éve alig történt ott Pomázon a futball kapcsán valami, és most az elmúlt 5 évben robbanásszerű változás előnyére. Ez úgy megnyugtatja az embert. Jól érzed magad benne. Én ott születtem, igazi lokálpatriótának tartom magam, úgyhogy én ebben fürdőzöm ezekben a napokban, amikor kimegyek a pályára. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Igazán nincs mit. Én köszönöm.